Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. Mai adásunkban Atkára látogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! A település a megye délnyugati részén, a Nyugati Mátra alján, az M3-as autópálya közelében Gyöngyöstől 9, 60-tól 21, a megyeszékely Egertől 50 kilométerre található. Atkár területe az őskor óta lakott, mint azt az ásatások nyomán feltárt számos kőkori, részkori és honfoglalás korából származó lelet is bizonyítja. Első okleveles említése 1325-ből való Atkar néven. Ekkor az Aba nemzetség birtoka volt, melyet alkalmasint Kompolt fia Péter szerzett. A főleg mezőgazdaságból élő Atkáron 1486 óta termelnek szőlőt. 1813-ban önállósodott a római katolikus plébánia a Gyöngyös halásztól. 1857-ben az egész település a lángok martaléka lett. Ebben az évben építették fel újra a római katolikus templomot is, amelynek a hitközség lett akkor a kegyura. Az anyakönyvek egy része a tűzvészben megsemmisült, és csak 1860-tól elérhetőek. A 19. század végén Atkár lakóházainak száma 265, és a lakosság 1584 fő volt. A 20. század elején Heves vármegye Gyöngyösi járásához tartozott. Az elmúlt években Atkár rengeteg fejlődésen ment keresztül, és a település vezetésének további tervei vannak a fejlesztésekre. Atkár első emberével, Kocsis Attilával beszélgetek. Polgármester úr 2010 óta vezeti a települést. Mi minden történt azóta? Hát 10 év alatt, 11 év alatt nagyon sok minden történik az ember életében, ugyanígy egy település életében is. Egy nehéz helyzetben lévő település volt, nehéz anyagi helyzetben lévő település volt 2010-ben, különböző okok miatt, és azt gondolom, hogy egy nagyon nagy fába vágtam én is a fejszémet, illetve a képviselőtestület is, de végülis viszonylag rövid időn belül sikerült ezeket a problémákat megoldani, és úgy gondolom, hogy azóta folyamatosan fejlődünk. Mi volt a terv, mi volt az első lépés, amivel elkezdték úgymond a települést fejleszteni? Az első lépések úgy alakultak, hogy játszóteret építettünk, temetőkerítés és parkot építettünk, tehát ezzel indultak gyakorlatilag a beruházásaink, illetve fejlesztéseink, és aztán az évek során mindig jöttek újabb és újabb ötletek, hál' Istennek jöttek pályázati lehetőségek is, és azt gondolom, hogy a pályázati lehetőségeket is nagyon jó arányban használtuk ki, illetve használjuk ki most is. Jelen pillanatban is 13 pályázatunk fut, ebből hál' Istennek már van olyan, ami már csak az átadóra vár, de vannak olyan pályázataink, amit majd most kezdünk el megvalósítani, illetve átcsúsznak a jövő évre is. Mindig fontosnak tartottuk a település fejlesztését, mert hogy azt gondoltuk, és a képviselőtestület ebben teljes mértékig egyetértett mindig, a bármelyik képviselőtestület volt is, hogy most van lehetőségünk arra, hogy fejlesztünk, és azt ki kell használni. Ezt most elmondhatom, hogy a 10-11 év alatt gyakorlatilag 1 milliárd 200 millió forintból fejlesztettük a települést. Ebben hál' Istennek volt önerő is, tehát valamennyit meg tudtunk spórolni mindig arra, hogy valamit fejlesztünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen kis településnél ez egy nagyon nagy fegyvertény, és nekünk ez rengeteg pénz természetesen. Mi volt a legnagyobb projekt, illetve mi lesz majd a jövőben, ami még célba van véve? A legnagyobb projektünk, ez itt a polgármester hivatala, majdnem szembe az egészségház, az új egészségház. Erre összességében ilyen 200 millió forint körül költünk, 160 millió forint állami támogatást kaptunk rá, a többit azt önerőből pótoljuk ki. Úgy jött létre gyakorlatilag a projekt, hogy a Magyar Falu programban nyertünk 80 millió forintot, de hát az árak úgy elszaladtak, hogy ebből lehetetlen volt megvalósítani, és hál' Istennek is köszönhetően Szabó Zsolt képviselő úrnak sikerült 80 millió forint plusz támogatást szereznünk az épületre, úgyhogy a megmaradó pénzünket azt újrafejlesztésre tudjuk költeni, azokra a fejlesztésekre, amik természetesen azért kisebb volumenűek. Milyenek az atkári polgárok? Mennyit éreznek ezekből a fejlesztésekből, illetve mennyire tudnak ebben még segíteni esetleg? Hát azt gondolom, hogy Atkár ez egy jó település minden szinten, vagy mindenféleképpen. Jó település, szívesen is költöznek ide emberek, szívesen költöznek ide a fiatalok,
most nyilván a különböző programok, ami segítségükre vannak a fiataloknak a lakhatás megoldásában, ez azért befolyásolja a dolgot. Nagyon gyorsan el lehet adni egy házat itt Tatkáron, ha valaki úgy dönt, vagy megöröklés, és eladja. Nyilván leginkább a Kádár kocka néven elhíresült házak mennek, de nem sok van már belül a településen, tehát azt gondolom, hogy egy-két héten belül ezt el lehet adni. Vannak a településen üres telkek, egy vállalkozó alakított ki, hát egy lakóparknak megfelelő telkeket. Ott nekünk is voltak telkeink, az önkormányzatnak 5 telkünk volt, abból 4-et eladtunk, és ezek nagy részét is fiatalok vásárolják, meg ezeknek a telkeknek a nagy részét, tehát ide költöznek Atkára. Atkáron van óvoda, ugye ahogy azt láthattuk, van 8 osztályos iskola, az infrastruktúra úgy gondolom, hogy az nagyon jó, gyakorlatilag egy utcánk van, amit Makadám útnak lehet nevezni, a többi az aszfaltozott út, nagyon sok pénzt költöttünk aszfaltozásra, vagy utak építésére, felújítására az elmúlt 11 évben. És hát azt gondolom, hogy az emberek barátságosak, tehát szívesen jönnek ide lakni, jó véleményük van az ide költözőknek az emberekről. Van némi közösségi élet is, különböző szinteken, ez is, ugye vannak civil szervezeteink, sportegyesület, nyugdíjas és hagyományőrző egyesület, vannak a művelődési házban csoportok, akik ott dolgoznak, vagy ott vesznek részt, akár önmaguk szórakoztatására, akár a közönség szórakoztatására. Ezek a lehetőségek is megvannak, van körzeti orvosunk, ami mostanában nagy szó, van fogorvosunk, nem véletlenül építünk egy ilyen egészségházat, gyakorlatilag amiben be fog költözni a házi orvos, a fogorvos, illetve a védőnői szolgálat. Visszatérve az ide költözőkre, milyen munkalehetőséget tudnak itt találni a környéken? A településen nincs túl sok munkalehetőség, ez tagadhatatlan, az viszont örömünkre szolgál, hogy munkanélkül is nincs sok. Ugyanis a környező településeken, városokban, akár Gyöngyösön, Hatvanban, Jászárokszálláson, Jászfényszaron van munkalehetősége az itt lakóknak, és sokan ezt ki is használják, és dolgoznak ezeknél a multicégeknél, akik ott autóipari beszállítók, ezeknek a nagy része, ott találnak munkalehetőséget. Most hál' Istennek egy másfél-két évvel ezelőtt ide települt egy cég, aki szintén kínál munkalehetőséget a helyieknek, de úgy gondolom, hogy mivel nincsenek ezek a cégek, akikről beszélek, nem nagy távolságra vannak, így az emberek bármilyen módon el tudják érni, vannak természetesen autóbuszok, akik közvetlenül ilyen munkásjáratok, amik oda szállítják, tehát ez egy jó lehetőség. Kulturális közösségi életről már volt szó, milyen a sportélet Atkáron? A sportélet, az hál' Istennek most megint beindult, volt egy pár év gyengébb időszaka a sportegyesületnek, a sportegyesület mostani vezetői nagyon ügyesen kihasználják a TAO adta lehetőségeket, megyei másodosztályú foci csapata van a településnek a hozzá kapcsolódó ifjúsági csapatokkal együtt, illetve hát nagyon büszkék vagyunk az IJÁS szakosztályra, a Sportegyesület IJÁS szakosztályára, amit Tóth Miklós vezet, és nagyon jó eredményeket érnek el országos szinten is. Nagyon lelkesek a gyerekek is, a felnőttek is, és azt gondolom, hogy egy szín volt a település sport életében, amit ők itt létrehoztak. Az önkormányzat is támogatja természetesen a sportot, készpénzzel is támogatjuk a sportegyesületet, illetve hát az épület a miénk, a rezséjüket mi fizetjük, tehát úgy gondolom, hogy a mi lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk azért, hogy a sportegyesület jól tudjon működni. Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője rendszeresen ellátogat a településre, hogy minden segítséget megadjon az atkáriaknak a zökkenőmentes mindennapokhoz. Atkáról végig téma, hogy az orvosi rendelőt vagy felújítani, de még jobb lenne, ha egy újat tudnánk építeni. Ez sikerült is elindulni, a Magyar Falu programból elkezdte a település építeni, és ez egy kis kormányzati segítséggel, meg az önkormányzat önerejével egy nagyon szép rendelő komplexumot tudunk felépíteni. Fogorvos, körzeti orvos, védőnéni, tehát minden egy helyen lesz. Ott lesz a gyógyszertár is a régi orvosi rendelő épületében, orvosi szolgálati lakás, tehát minden együtt van ahhoz, hogy ez egy gyönyörű
környezet legyen. Az első nagyobb fejlesztés, amit Atkáron készült egyébként annó az út, az autópálya felé való felkötőút, vagy bekötőút, illetve már belterületi szakaszon eddig is építettünk utat, most megint fogunk, például a Mátra utat kívánjuk felújítani. Az orvosi rendelő mellett a legnagyobb igény polgármester úr részéről egy óvoda komplexum, ami a régi kastélyban épült fel. Nagyon szép a kastély, és nagyon sok dolgot kívülbelül fel tudtunk újítani. Az iskolában is nagyon sok fejlesztés volt, még egy tornaterem fejlesztés előttünk áll, ez a Magyar Falu programból kívánjuk a kvékkel együtt megvalósulni. Találkoztam civil szervezetekkel, nyugdíjas klubbal, vadásztársaságokkal, találkoztam a képviselőkkel, önkormányzatiakkal, voltam az iskolába, óvodába, beszéltünk a jövőben épülő új bölcsödéről, ami egy 8 gyermek elhelyezésére első lépésként 100%-os kormányzati finanszírozással meg tud valósulni, és hát tényleg az egész települést sikerült bejárni. Én köszönöm szépen az itt élőknek azt a támogatást, amit kapok, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy dolgozhatom Atkárért. Az óvodában minden támogatást megkaphatnak a gyerekek, az intézmény több címmel is rendelkezik. Az Atkári Árnyas Kert óvodában vagyunk, Berényi Ildikó óvoda pedagógussal beszélgetünk. Boldog óvoda, biztonságos óvoda, madárbarát óvoda és zöld óvoda. Így van. Milyen címek ezek? Miről kapták ezeket? Hát ezek a címek mind azt mutatják, hogy milyen irányban szeretnénk a gyerekeket nevelni. Vagyunk zöld óvoda, ez a környezet is mutatja, hogy gyönyörű ősfákkal ölelt óvoda udvarunk van, nagyon sok madár lakja, úgyhogy ez adta a lehetőséget arra, hogy próbáljuk meg ezeket a címeket elérni. Dolgozni kellett érte, különböző zöldjeles napokat ünneplünk, a gyerekeket neveljük a fenntarthatóságra, segítenek ebben nekünk a szülők, madárodukat helyeztünk ki, folyamatosan etetjük a madarakat, és hogy a lelkünket is tápláljuk, ne csak a madarakat, a boldog óvodát is megcéloztuk, ez egy Bagdi Emőke féle kezdeményezés, mindenféle jó dolgokat mesébe, játékokba ágyazva segítünk a gyerekeknek feldolgozni. A közlekedési ismereteket gyarapítva meg, hát elég veszélyes környéken van az óvoda, közlekedés szempontjából a biztonságos óvodát is megcéloztuk. Különböző kis játékok voltak, tesztek, kaptunk foglalkoztatókat, volt nálunk előadó, aki segített ezeket játékos formában megismertetni a gyerekekkel, és természetesen a fenntartó is segítette ezt a célkitűzést, hiszen amikor jöttek, láthatták, hogy van vagy három bejáratunk, és akkor végre megtaláltuk a legideálisabbat, hogy egy biztonságos bejárata is legyen az óvodának. Tehát én azt gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyerekek itt jól érezzék magukat. Hány gyerek jár, és milyen csoportokkal dolgoznak? Két csoportunk van, általában egy 50 fő a létszámunk, ebben van egy pici mozgás, hogy a demográfiai hullámok jönnek-mennek. Két vegyes csoportunk van, ez azt jelenti, hogy 3-6 éves korú gyerekek járnak egy csoportba. Mi ezt a formát nagyon szeretjük, mert így nem választjuk szét a testvéreket, a barátokat. A gyerekeknek ez nagyon jó, szülők ezt szeretik, egy érzelmi biztonságot ad. Jelenleg is 50 körüli a létszámunk, és hát reméljük, hogy a betelepülő fiatal családok megteremtik majd az utánpótlást a gyerek létszámhoz. Csak atkári gyerekek vannak, vagy vannak a környékbeli településekről is? Csak atkári gyerekeink vannak, mert ezzel is föl tudjuk tölteni a létszámot, úgyhogy most nincsen külsősünk. Egy gyönyörű szép épület, ami előtt állunk, és ugye ez az óvodának az épülete, mi a történelme? Hát a győrfieknek volt ez a lakja, ez egy győrfi lak. 1958-ra datálódik vissza az első alapító okirata az óvodának, akkor volt először itt óvoda, és egy csoporttal indult, és az óvoda mellett volt még 3 szolgálati lakás az épületben. Hát elmondhatom, hogy most már 40. évemet kezdtem el itt dolgozni, tehát egy kicsit a történelmébe is benne voltam az óvodának. Úgy, ahogy elköltöztek, vagy éppen sajnos elhaláloztak az itt lakók, mindig egyre nagyobb részt kapott az intézmény ebben az épületben, ami ugye nem óvodának épült. Tehát elég nagy feladatot rót mindig a fenntartóra azt, hogy kialakítsa azt a megfelelő környezetet, ahol a gyerekeket nevelhetjük. És
Hát az őspark is sokkal dúsabb volt még 40 évvel ezelőtt. Sajnos a fák azok egy része kihalt, vagy elszáradt. Igyekszünk ezt pótolni, ugye a zöld óvodában ez is egy koncepció, hogy mindig pótoljuk ezeket a hiányosságokat. A maga az épület, az épület, években milyen fejlesztések történtek? Igen, hát a fenntartó önkormányzat nagyon gondos gazdája ennek az intézménynek is, és önerőből is és pályázati forrásból is nagyon sok fejlesztés történt. Említettem, hogy amikor áthelyeződött a bejárat, egy biztonságosabb parkoló része kialakításra került, az önkormányzat teremtette meg a feltételeit. Tehát aszfaltoztak, burkoltak, kialakították a bejáratot önerőből, és természetesen a pályázati lehetőségeket is kihasználta az önkormányzat. A nyílászárók cseréje pályázati forrásból történt külső szigetelés, teljes körű, és volt egy teljes körű belső felújításunk, ahol a villanyvezetékeket, vízvezetéket, padlóburkolatokat, tehát kvázi mindent kicseréltek. Egy más helyre kellett pakolnunk a mosdókat, hogy mind a két csoport számára élhető öltözőket és mosdókat tudjunk kialakítani. Nagyon nagy volt a belmagasság az épület jellegéből adódóan. Álmennyezeteket kapott az épületnek a nagy része. Ugye egy energetikai felújítás is volt ennek a projektnek a része, tehát sokkal hatékonyabban tudunk fűteni. A belső berendezéshez nagyon sok segítséget kaptunk, van egy alapítványunk, alapítványi segítséget, és a fenntartó úgy döntött, hogy mivel már minden felújult, csak a tető nem, így önerőből a tetőt és a villámelhárító rendszer teljes önerőből megvalósította. Tehát én azt gondolom, hogy óvónőként, itt élő atkári lakosként nagyon elégedett vagyok a szülőkkel együtt erre a gyönyörűen felújított óvodára, és szerintem a szülők is nagy örömmel vették ezeket. Az általános iskola és a művelődési ház szoros kapcsolatban állnak, ami nem csak a két intézmény közelségét jelenti. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Bartók Nél Lukács, én vagyok. Balzsai Károly. Hát ez itt az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár épülete. És akkor bemutatnám, jó? Nagyon köszönöm. Akkor kezdjük itt. Ez egy kis alkotóműhely az iskolásoknak. Tűzzománc kemencével, illetve hát különböző festékek, amiket ide beszereztek. Amikor ez az övék lett, polgármester úr hozzájárult, hogy ez igen legyen a gyerekeké, akkor ezt itt kifestették. Ezek a gyerekek, akik ezt kifestették, már egyetemisták, főiskolások, és ők a mai napig visszajárnak ide ebbe a kis alkotóklubba, amit Pádár Miklósné tanárnő, rajz szakos tanárnő vezet. És azokkal a elkészített tárgyakkal mi történik utána? Hát volt, amit a gyöngyösi piacon eladtunk, a tűzzománc tárgyakat, illetve a gyerekek saját kedvtelésükre, saját maguknak is készítenek tárgyakat. Beljebb mi található még? Jó, akkor mutatom. Ez itt a könyvtárunk. Az idei évben újítottuk föl pályázati pénzből. Teljesen kicserélődtek a bútorok, tehát minden bútor új, és kialakítottunk a raktár helyiségből egy kis olvasó puckót a gyerekeknek, egy kis játék puckót. Az alsó polcokon a kicsiknek vannak a könyvek, az ifjúsági az följebb, és amikor baba-mama klub van, akkor a gyerekek ide jönnek be először, addig még bírják türelemmel, itt nézegetik a könyveket, olvasgatnak, és amikor ezt megunták, akkor átvonulnak a szomszédos helyiségbe, ahol már lehet dühöngeni. Lehet mesét nézni, így van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az olvasóvá nevelésnek ez az első alapszintere. Ha valaki
aki ismeri az atkári fiatalokat, az ön. Az elmúlt évtizedben, ugye az általános iskolában hosszú évekig és nagyon eredményesen oktatta és tanította, illetve nevelte őket. Kicsit összefoglalná ezt a néhány évet. 40 évig dolgoztam ebben az iskolában. 17 évig voltam intézményvezető, tehát tényleg jól ismerem a gyerekeket. Azt gondolom, hogy ezek voltak a legszebb évek, amikor csak osztályfőnök voltam. Tehát intézményvezetői munka az már kevésbé, az teljesen más jellegű, nem igazán a gyerekek vannak. Másfajta pedagógiáról szól. Igen, nincs a testi közelség a gyerekekkel, igen. Tehát azt gondolom, hogy az másfajta pedagógiáról szól, de valahol úgy az összes gyerek az enyém volt, és úgy éreztem, hogy felelősséggel tartozom a településnek, hogy itt jó iskola legyen, olyan iskola legyen, ahonnan a gyerekek, ha elmennek, akkor megállják a helyüket a következő oktatási intézményben. Januártól már nem dolgozik az iskolában, viszont nagyon eredményes pályafutást tudhat maga mögött, kiváló eredményeket, illetve kitüntetéseket is kapott, ha jól emlékszem. Igen, az egyik kitüntetésem a Németh László díj, a másik kitüntetés pedig az Atkár díszpolgára címet kaptam meg. A Németh László díjról egy picit beavatni minket, hogy az mivel járt és az miért kaptam? Hát a gyermekek nevelésért végzett munkámért kaptam, gyerekek fejlesztésért, nevelésért. Hát a miniszter úr adta át, ünnepélyes keretek között a Vigadóban, ez egy nagyon jó érzésű történet volt, és hát nagy köszönet a képviselőtestületnek, aki ezt támogatta. A település életét említette, milyen kikapcsolódás, illetve milyen közösségi élet van még itt, ugye a Baba-Mama programokon kívül? Azt azért el kell mondjam, hogy a művelődési házat, illetve a könyvtár, ezt ilyen féltársadalmi munkába, megbízásos szerződéssel, ezt már elég hosszú idő óta végzem. Tehát a könyvtárban most még aktívabban részt tudok venni a dolgokba, és itt a könyvtár szervezi gyakorlatilag a programokat. Most volt Ince Zsuzsa, a Csellengők műsorvezetője, aki 20 éven át vezette, ő tartott itt a felnőtteknek egy előadást ezzel kapcsolatban. Aztán a gyerekeknek volt már az idén Önvédelem a neten című előadás, tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon hasznos dolgok. Tehát így tudom kapcsolni az iskolát a könyvtárhoz. Most lesz majd a könyvespolc túra program, ahol kicsiknek is, nagyoknak is lesz majd külön foglalkozás, amihez természetesen szakembert hívunk. Úgyhogy a könyvtárba próbálom a gyerekeket csábítani. Hál' Istennek azért jönnek. Jönnek, és még egy ölelést is kapok, úgyhogy ez azért megmelengeti a lelkemet. Felnőttek kevésbé. Ezt akartam kérdezni, hogy az atkári lakosokat mennyire nehéz bevonni ezekbe a programokba, illetve mennyire aktívak? Nem igazán aktívak. És ennek oka szerintem az, hogy nagyon közel van a város. Tehát a 8 kilométer az olyan közel, itt Gyöngyös, hogy ha különböző programokon akarnak részt venni, akkor azt Gyöngyösön meg tudják nézni. A Baba-Mama klub mellett, aminek nagyon örülök, tavaly alakult egy könyvklub. 15 fővel alakultunk meg, és havonta jövünk össze. Mindenki elmondja az olvasott könyvet, ami neki nagyon tetszett, miért tetszett, ajánlja a többieknek. Olyan is volt, amikor ugyanazt a könyvet olvastuk, és úgy elemeztük ki. Tehát szerintem ez is egy nagyon jó dolog. Tóth Judit vezeti a könyvklubot. Benei Kinga a Baba-Mama klubnak volt az alapítója és aktív tagja. Aztán alakult még egy társasjátékklub felnőtteknek. Ennek is borzasztóan örülök, hiszen a felnőtteknek ez egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség. Hát ezek olyan logikai játékok, amit igazán hozzáértő emberek tudnak csak játszani, tehát nem gyerekeknek való. Ők 2-től 8-ig játsszák ezeket a játékokat. Atkáron nem csak az idősebbek, de a fiatalok is megfelelő lakhelyet találhatnak.
Hovanecné Benei Kingával beszélgetünk, aki 2 éves kora óta Atkáron lakik. Miért? Miért jó Atkáron lakni? Azért jó Atkáron lakni, mert nagyon jó kis közösség alakult ki itt a faluba. Középiskolás koromban azt gondoltam, hogy majd felköltözök Gyöngyösre, és hogy majd ott egy lakásban élem majd le a kis életemet. De aztán jött egy gondolat, egy nagyon jó férfit megismertem, aki szintén egy atkári lakos, és akkor megbeszéltük a dolgokat, hogy gyermekalapítás, ilyesmi, és akkor kinéztünk egy nagyon szép kis családi házat. Tehát nem volt kérdés akkor ezek után? Nem volt kérdés, igen, mert nagyon jó volt a környezet, akkorra már megszereztük mindannyian a jó kis barátainkat. Minden Atkárhoz kötött. És a gyerekek ide járnak óvodába? Igen, és a gyerekek ide jártak óvodába, a legkisebbik még mindig ide jár óvodába. Hány évesek, és hogy hívják őket? Ez nekem nagyon fontos. Az Enikő a legnagyobb, ő már 8 éves ide jár az általános iskolába, a Botond 6 éves, ő is ide jár az általános iskolába, és a legkisebbik, ő 4 éves, ő az óvodába jár. Mindenki nagyon jól érzi magát az adott kis baráti társaságába. Említetted a nagyon jó közösséget. Milyen közösségi programok vannak, vagy ezt miért? Azért emeltem ki a közösséget, mert 7 évvel ezelőtt alapítottunk egy baba-mama klubot az egyik anyukatársammal, és én abból most egy picikét kiváltam, mert hogy az én gyermekem már az óvodába jött. Ő gyermeke még ilyen 3 év alatti, és amíg, tehát ő még viszi továbbra folyamatosan, és amikor ő majd kilép ebből, akkor én majd vinném tovább ugyanúgy ilyen kis pondókázós. Változó a szám, mert attól függ, hogy éppen kinek hány babája van. Igen, de kinek hány babája van. Körülbelül egy olyan 6 fő, tehát 6 anyuka, 6 gyerek, és akkor mondókázunk, kicsit előkészítjük őket az óvodai életre, a társasági életre. Említetted, hogy rengeteget fejlődött a település. Ez mennyiben könnyítette meg a ti életeteket, vagy miben változott az elmúlt időszakhoz képest? Én egyelőre még csak az óvodai és az iskolai életet látom. Az óvodában nagyon jó kis családi programokat szoktak összehozni az óvónők. Egy-egy családi délután, vagy egy-egy családi nap. Az iskolában még annyira, tehát ott a szülők annyira nem vesznek részt. Ott inkább a gyerekek összekovácsolásában vannak. Sportélet. Én ezt mindig szeretem. A sportélet. A férjem focizik. És, itt Atkáron? Igen, itt Atkáron. Van többféle csapatfelhozatal. Vannak nyilván egészen az elsőtől foglalkoznak a gyerkőcökkel, és vannak felnőtt, öreg fiú csapatok, hétvégente futballmeccsek. Mai adásunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!